Még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézze minket, Sulikörkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit.1919-ben indult az első Waldorf iskola élete Stuttgartban, ahol a Waldorf Astoria cigarettagyárnak az igazgatója, Emil Molt, felkérte Rudolf Steinert, aki a korabeli európai gondolkodás kiemelkedő egyénisége, mind a természettudományok terén, mint később aztán a filozófia, szellemtudományos kutatásai, az úgynevezett antropozófia révén, hogy hozzon létre egy iskolát a gyermeke, az ott dolgozó családok gyermekei számára. És így indult el ott ez a 12 évfolyamos egységes iskola, ami a Waldorf pedagógia módszereit először alkalmazta. Úgy indult az egész töki Waldorf iskola, hogy először a Gyermekliget Alapítvány létrehozta az óvodáját. És ugye a Waldorf iskolák úgy épülnek föl, hogy első osztálytól folyamatosan épülnek ki a különböző évfolyamok. És amikor egy iskola mondjuk, hogy 13 éve működik, az azt jelenti, hogy ha lehet, akkor a gimnázium is ráépül. Ennek vannak szellemi, meg technikai problémái is. Ez az iskola is úgy indult, hogy lesz gimnázium, de úgy tűnik most, hogy ezt pillanatnyilag nem tudjuk megvalósítani. Milyen eszmék mentén szerveződik itt az oktatónevelő munka? Ha a módszertant nézem, és a tantárgyakat, akkor egy élő felépítésben, rendszerben működnek a tantárgyak egymással, és úgy igazodnak a gyermek személyes fejlődéséhez. Ez nagyon fontos, mert tehát nem a gyermeket szeretnénk hozzáigazítani a tantervhez, hanem a tantervet a gyermeki általánosan elmondható fejlődéshez. Tehát erre csak egy példa, mondjuk a kisebb gyerekeknél a képi megközelítés, akár a matematika tanulás során, hogy manók által ismeri meg még a szorzást, osztást, összeadást, kivonást, tehát képszerűen, meseszerűen, vagy az élő fogalmak, nem pedig definíciók, azok majd jönnek későbbi években, de a kicsiknél biztos, hogy minél inkább a tapasztalat, áttélés és a képszerűség az, ami az alapot adja. És aztán mondhatnánk tovább, hogy mondjuk hetedikben, a kolléganő tudna róla mesélni, pont reneszánsz van, hogy miért éppen hetedikben jelenik meg a reneszánsz, vagy nyolcadikban a szabadságharcok ideje, amikor a kamaszkorban ugye eljutnak már ahhoz a bizonyos leválás segítő folyamathoz. Tehát mindent így építünk évről évre fel. Ön az első, vagy talán egyetlen, aki az iskola kezdetétől osztálytanítóként végigvitt egy osztályt? Igen, az idei évtől lett teljes az évfolyamszám, és valóban én kezdtem el, vállaltam az első osztályt. Izgalmas idők voltak, ugye ez 2008-at írtunk, és hát még emlékszem az épületre, amikor megkaptuk, hogy bérelhetjük, és nyakig álltunk a magas fűben, kaszálni, glettelni, részt vettem én is a munkálatokban, nagyon lelkes tanári, vagy akkor még nem tanári, szülői csapat volt, és néhány szaktanár is jelen volt már akkor, úgyhogy az nagyon egy ilyen válvetve időszak volt, nagyon sok segítséget kaptam én is, akkor a szülőktől, volt, aki vállalta, hogy ő lesz az iskolatitkár. Tehát egy ilyen nagyon szép, ilyen hős korszaknak mondható volt, és ahogy jó sok feladattal, és ahogy szépen gyülekeztek egyre több tanár minden évben, és szülő és család, úgy akkor kialakult egy munkamegosztás. Thank you.
Milyen az átjárhatóság? Tehát, hogyha valaki elköltözik innen, és itt tanul 2-3-5 évig, az hogy tud beilleszkedni egy önkormányzati vagy állami intézménybe, ahol nem ilyen módszerekkel, más követelmények mentén kell tanulniuk? Köztudott, hogy a gyerekek nagyon rugalmasak, és könnyen átveszik a más módszereket is. Mondjuk nehezebb ott alkalmazkodni, hiszen bejön az osztályzás, meg az, hogy nem 3 hétig foglalkoznak egy témakörrel, hanem egy napon belül van mondjuk 5 tantárgy órájuk. De hát az a tapasztalat és az a sok-sok statisztikának az eredménye, hogy a Waldorf iskolával járó gyerekek rugalmasabbak az életben, és jobban felveszik a kihívásokat, akár nagyobb korban, vagy kisebb. Gyakorlati kérdés, hogy hogy férnek bele az időbe, hiszen az érettségére ugyanazzal a tudásanyaggal kell elvileg eljutatniunk önöknek is a diákokat, mint egy hagyományos iskolában. Ha önök 3 hétig taglalnak egy olyan témakört, amit egy átlagos gimnáziumban vagy általános iskolában egy órán vagy egy napon keresztül, akkor nem csúszik szét az idő? Hát az idő szorításában élünk, mondjuk, ugye, de nem mindegy, hogy az idő miensége az milyen. Tehát arra törekszünk, hogy a gyerekek, amivel benne vannak, abban teljesen jelen legyenek. Innentől fogva az idő azért tágul, sokféle szempontból, az átélésekben, a közös élményekben. A saját kerettanterv alapján dolgozunk, tehát más azért a felépítettsége, mint az állami tantervnek. Kimenetében, tehát érettségit illetően, igen, azokat az ismereteket meg kell szerezni a gyerekeknek, ami az állami iskolákban kötelező, de ott van egy plusz 1 év, tehát 13. év, a rossz nyelvek szerint, ugye akkor tanítjuk meg, amit addig nem. Ez már nem a Waldorf kerettantervnek az éve, ez már kimondottan a felvételire, érettségre előkészítő év. Nagyon tematizálja az ismereteket, a esetleges hiányokat pótolja, tehát ott van egy nagyon nagy lehetőség mindezeknek a rendszerezésére. De ismét mondom, tehát nem a tantárgyak szorításába szeretnénk élni, tehát ahol van egy epoha, az nem jelenti azt, hogy akkor ott csak egy területen foglalkozunk valamivel, most megint csak vissza kell térnem a reneszánszba, ott akkor annak a művészete, a festészet, az irodalma, a zenei rész, az mind-mind szépen bele integrálódik abba az epohába. Egyek a csillagászat. Talán. Csillagászat, felfedezések. Így van. Főleg milyen érdeklődésűek az itt tanuló gyerekek? Én azt hallottam és olvastam is utána, hogy főleg a kreativitás nagyon erős ezeknél a fiataloknál, a művészi hajlamaik azok sokkal erőteljesebbek, mint egy hagyományos iskolában tanulóknak. Igen, mondjuk ez fakad abból is, hogy ugye a közismereti tárgyakkal egyenrangú ként kezeljük a művészeti tantárgyakat, a kézművességet, ugye ez illetve a fafaragás, aztán kertművelés, a gyakorlati tantárgyak nagy számban. Ez mind segít, hogy tényleg kiegyensúlyozottak legyenek a gyerekek. Ebből következően viszont az érdeklődési körük valóban ilyen pályák irányába mozognak. Én azt tapasztaltam a volt tanítványaimnál, Hidegkúton 2 osztályt vittem végig, hogy nagyon nagy volt a szórás, nagyon sokféle területre mentek, általában bennük már meglévő, tehát kisebb korukban érezhető képességeik, ahogy bontakoztak, az az irány erősen megmaradt, nyilván tovább fejlődve, és hogyha nem azt találták, vagy nem tudtak olyan helyre, egyetemre bejutni, akkor én azt tapasztaltam, hogy inkább még vártak, kerestek, tovább dolgoztak azon, hogy a saját, aznak az iránynak, a saját érdeklődési irányuknak megfelelően tudjanak. Tehát jobban megérdek lenni. A pályaválasztásra. Én úgy gondolom, hogy igen. Kérdeztem azt, hogy mi van akkor, hogyha egy diákot 3 év itt tanulás után elvisznek egy átlagos iskolába. Fordítva ez működhet-e? Tehát ha valaki ide költöznek egy 5. gyerekkel, aki máshol tanult, nem késő még neki beiratkozni és az itteni módszereket megismerni és bekapcsolódni? Tapasztalatom szerint nem. Még idén is volt olyan, hogy 2 gyerek csatlakozott
az osztályhoz, és hát először is egy nagyon nagy felszabadulás van bennük, hogy azok a gátló tényezők és azok, amiket ott nehezen tudtak esetleg teljesíteni, az itt most könnyebben megy, és felfedezik magukat, hogy mégiscsak tudnak rajzolni, hogy mégiscsak érdeklődnek regények iránt. Tehát, hogy a lelkesedés az nagyon sok mindenen átsegíti őket. Azt terülj el nekem, hogy 8 év után milyen elengedni a gyerekeket? Hát mert egy éve készülök erre, és nagyon bele talált a közepében nekem, mert hogy ez nehéz. Tehát nagyon-nagyon szorosnak élem meg a kapcsolatot velük, és szerintem ez kölcsönös is. Több olyan jelzést tettek idén, amiből, hogy olyan, mintha másodikban, mint amikor emlékszel, Nóri néni, mint amikor ötödikben. Tehát, hogy van egy ilyen búcsú hangulat, ami átlengi, és hál' Istennek szép idők voltak ezek a nehézségekkel együtt. Úgyhogy biztos kell idő, amíg ezt így feldolgozom majd nyáron, hogy ők már máshol vannak. És az nem félő, hogy kap egy új elsős osztályt ősztől, és kicsit a régi gyerekeket keresi bennük? Ennek a veszélye fennállna, ám de a Waldorf iskolákban van egy olyan szokás, nem kötelező, de lehetőség arra, hogy aki 8 évet végigvitt, az kapjon egy szabad fél évet, vagy akár egy tanévet. Nem kötelező rögtön újra osztályt vállalni, más módon be lehet kapcsolódni az iskolai életbe kisebb feladatokkal. Itt nincs is olyan, hogy a szó klasszikus értelme vett szaktanár, tehát aki csak földrajzot oktat, vagy csak biológiát, vagy csak matematikát? Uh-huh. A főbb tantárgyakat, tehát ami nem művészeti tantárgy, vagy készségtantárgy, azt általában mindig az osztálytanítók viszik, de ha úgy érzik, hogy már a képességeik mondjuk megálltak egy ponton, mint nálam fizikából tavaly, akkor én azt átadtam a kollégának, aki ehhez ért. Tehát lehet egymás között. Ez inkább 7.-8. szokott előfordulni, hogy megkérünk valakit, ha valamilyen tárgyból nehézségeink vannak. Egyébként a szaktanárok pedig a mozgástanárok, ének, kézi munka. Hát én nagyon sok mindent átadnék most itt, ha hallottam a fizika, matematika, kémia, sorolhatnám, hogy miket. Én nem bánom még azt a 6. fizikát sem, ami egyébként az egyik legjobban sikerült epohám lett, talán pont azért, mert felnőttként egy más hozzáállással tudtam nekilátni. Nyilván érdemes annak Waldorf tanárnak jönni, aki nagyon sokrétűen érdeklődik a világ dolgai iránt, tehát így felnőttként is jó megmerítkezni ebben, és aztán ezt a gyerekek elé úgy vinni, ahogy az életkoruknak megfelelő, és az érdeklődésüket fel tudja az ember vele kelteni. Úgy hisszük, vagy úgy gondoljuk, hogy a személyes, tehát a tanárnak a személyes jelenléte, kapcsolata a gyermekkel erősebb, mint egy eltáblán keresztül történő akármilyen bemutatás. Illetve szeretnénk, hogyha a gyerekek nem szakadnának el, vagy nem kerülnek bele egy annyira virtuális létbe, valóságba, ami őket egy teljesen más irányba vinné. Védjük, szeretnénk megvédeni ettől. Tehát ezért ezeket valóban nem is alkalmazzuk. A gimnáziumban megjelenik a számítógép, tehát a 2 éven át foglalkoznak ezekkel az ismeretekkel, de ott is inkább a felhasználói, hogyan használjuk, hogyan kezeljük, tehát ezek miatt jelenik meg. És a gyerekeknél persze ettől függetlenül tudjuk, hiszen a otthonokban, de okostelefon és itt a jelen van, de úgy érezzük, tehát segíteni kell őket, hogy ne csak ez legyen számukra például a kommunikációnak az eszköze. A mai oktatáspolitikának a másik sarkalatos pontja az a sport és a testnevelés erősítése. Önöknél ez hogyan valósul meg? Tornatermünk nincsen, de a falu adta lehetőségek azért elég tágosak, illetve hát van ez a bizonyos Botmer gimnasztika, ami szintén ehhez a tanterhez kapcsolódik,
illetve euritmiát is oktatunk, ami egy külön témakör. Mi az euritmia? Hát mozgásos beszéd, talán így lehetne jellemezni, hogy nem egyszerűen balett, vagy csak mozgás, hanem a hangoknak egy bizonyos megjelenítése a térben, zenével kísérve. És adott esetben ezek olyan geometriai formákat is tudnak tartalmazni, amelyek más dolgokat is fejlesztenek a gyerekeknél. És hát itt van az olimpia, az 5. osztályos olimpia, ami egy nagyon-nagyon jelentős program, és az összes Waldorf iskolában összegyűlnek a gyerekek, és egy nagyon komoly ókori olimpia játékokat játszanak le, diszkoszvetéstől a gerelyhajításon át, a maratoni, kis maratoni futás és egyebekkel. Igen, és talán ehhez kapcsolódik, hogy nagyon sokat mozognak az itteni gyerekek. Hát nyilván nem is bírnák egész nap a iskolapadban, illetve a főoktatást, ez a reggeli úgynevezett főoktatási idő, ami korszakokban 3 hétig egy témakörrel foglalkozik, ott mindig van legalább egy fél órás olyan ritmikus játék, körjáték, ami az adott epohához, a számolás, akkor ahhoz kapcsolódik, hogyha mondjuk az egy más tantárgy, akkor ahhoz. És ott is megjelenik ez a fajta mozgás, tehát napi szinten a tornaórákon kívül. Szintén szív ugye a jelenlegi oktatáspolitikának a hazafias nevelés, vagy a népi kultúrával való megismertetése a gyerekeknek. Önöknél ez hogy van jelen? Igen, az ünnepkör, tehát az éves ünnepeink alapvetően a keresztény ünnepkörbe ágyazódnak. Tehát azokat együtt ünnepeljük gyerekekkel, családokkal. Ugye a szülők itt sokkal erőteljesebb jelenléttel vannak, ünnepeinken részt vesznek, segítenek, takarítanak, kertet rendeznek, támogatják az iskolát mindenféle tekintetben anyagilag is, tehát az ő jelenlétük erősen érzékelhető, és az ünnepeink közé tartoznak a nemzeti ünnepek is, amit megpróbálunk úgy megtartani olyan formán az életünkben, hogy ne legyen se elcsépelt, se erőltetett, hanem az életkorukhoz igazodó legyen. Tehát akkor egy olyan történetet mondani, egy olyan éneket énekelni, ami mindenkihez eljut. Tehát ezt próbáljuk így kicsit letisztítani azoktól, amik esetleg már rárakódtak, illetve a tantervben, ugye például 5. ott van a főanyagként Petőfinek a János Vitéze. 6. Aranynak, ugye a balladái, az Aranynak a történelmi balladái, és még sorolhatnám tovább, nagyon erősen az irodalmon keresztül és a tantárgyakban megjelenik ez az érzület, ami azt jelenti, hogy mit jelent magyarnak lenni. Alapvetően ezekben az életkorokban, tehát 1-től 8. osztályig még nagyon fontos, ahogy már említették korábban is, a képekben megközelíteni, történetekben, mondjuk például történelemnél hosszasabban egy-egy fontos életrajzot megragadni nagyobb korban, tehát mindenképpen olyan módon, ahogy könnyen befogadható, és még egyébként felnőttnek is könnyebben befogadható. Rajzokkal, festményekkel megsegítve, akár mondjuk most a biológia embertan epohájának, ahol a csontokat vesszük, csontok megformázása agyakból, tehát olyan sokrétűen megközelíteni, hogy az ne csak egy fejtudás legyen, hanem az érzésekhez is szóljon, és cselekedettekké is váljon valamilyen módon. Mit teszi más közösségé itt a tanári kart? Egyrészt van egy nagyfokú tisztelet egymás munkája iránt, és egész nagy mozgástere van egy osztálytanítónak a maga területén. Ugyanakkor bármikor számíthat a több más évfolyamosok segítségére, főleg akik már több osztályt vittek tovább, illetve vannak a heti tanári értekezletek, mi konferenciának hívjuk, tanári konferenciák, amik egész hosszasak, 3-4 órán át tartanak, ott be tudnak számolni mindig egy-egy osztály arról, hogy épp hol tart, gyermekekről tartunk megbeszélést, tehát az 5. osztályos gyermekről szóló dolgot például mindenki végighallgatja, úgy általában a szünetekben figyeljük is őket, tehát sokkal nagyobb figyelemmel vagyunk egymás iránt. Van valamilyen tréning, hogy összejönnek a tanárok, és akkor kicserélik egymással tapasztalataikat? Vannak továbbképzések, amit a Waldorf ház szervez nyaranta.
az egy nagyobb felkészítés a nyáron, a következő évre osztálytanítóknak és szaktanároknak, ezen kívül kisebb továbbképzések az év során, de nagyon gyakori, hogy egymás között ilyen mentorális segítségeket nyújtunk, kérem, hogy jöjjön be, nézze meg, hogy ma elakadtam valahol, tehát abszolút egy ilyen barátiba hajló kapcsolat tud kialakulni. Milyen a kapcsolat a szülőkkel, mennyire más, mint egy átlagos iskolában? Jóval aktívabb, hiszen havonta van szülői est, amikor beszélünk arról, hogy gyerekek mivel foglalkoztak, milyen korszakon voltak túl, illetve próbáljuk a szülőket is bevonni olyan mértékben, hogy játszunk velük ugyanúgy, mint a gyerekekkel, tehát végig csinálják azokat a feladatokat, azokat a játékokat, amik mondjuk adott esetben vannak. Pedagógiai műhelyek is vannak, és olyan, megpróbálunk olyan együttléteket teremteni, mint például a nyárköszöntő, ami május végén van általában, és ez egy nagyon hosszú, egynapos program. Aztán van karácsony előtt egy adventi készülődéses szombatunk, illetve hát van, amikor a szülők színjátékot is játszanak, színdarabot a gyerekeknek. Öröm lehet ide járni, vagy ide járatni a gyerekeket. Akkor egy ilyen bónusz kérdésként még azt engedjék meg, hogy mi a helyzet akkor, hogy ez egy tandíjas iskola, hiszen alapítványi iskola. Anélkül, hogy konkrét összeg elhangoznék, ez egységes egyébként minden szülőnek, vagy figyelembe veszik azt, hogy valahol esetleg munkahelyét elvesztett az egyik szülő, de ide jár a gyermeke, és nagyon jó képességű, és kár lenne kivenni. Tehát differenciálják-e a tandíjakat? Ja. Hát nem, tehát így abban az értelemben, ahogy jelenti, nem tandíjas az iskola, hanem alapítványi támogatáson alapuló. Szíves örömest fogad, és kéri is a szülőknek a támogatását anyagilag. De, és ad is egy ajánlást ebben, hogy az mekkora a költségvetéshez viszonyítva. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni élethelyzeteket figyelembe vegye. Tehát a szülő jelzésére, kérésére ez változik. Akár az ő egyéni vállalása, amit vállal, hogy ennyibe tud támogatni, az bármi eset kapcsán ugye változhat az év során. És ugyanez nem csak lefele, tehát olyan értem, hogy kevesebbet tud vállalni, hanem olyan is lehet, aki többet tud vállalni. Tehát pont ez lenne egy ilyen szociális mozdulat a közösségen belül egymás irányába, hogy aki nem tudja azt vállalni, legyen aki többet vállal, hogy ezáltal az iskola működőképes maradhasson. Szigorúan a régióból, vagy nagyrészt a régióból vesznek föl gyerekeket, vagy az ország bármelyik pontjáról jöhetnek? Hát, bárhonnan. Tehát ez nem szempont. Innen, ez nem szempont. Az ömében a környékben lakó családok hozzák ide a gyermekeiket, de tehát ilyen ebben teljes nyitottság van, amikor megnézzük, várjuk a gyermekeket elsőben, akkor annyi játszunk velük, szülőkkel megismerkedünk, és azt vizsgálja az ott levő tanári kis közösség, hogy iskola érettek-e, tehát hogy tényleg jó-e, nekik is jó-e, hogy jönnek iskolába. Illetve hogy a szülők vállalják-e ezt a fajta kapcsolatot és a pedagógiával való megismerkedést, és ezeknek az elveknek azért az otthoni egyeztetését is, ami mi Waldorf pedagógaként hát mi velünk.